Sziasztok! Ez itt a Mi van a dobozban, ahol meglepetés alapanyagokból főzök egy meghatározott eseményre. Oh. Rögtönzött grillpartira kell készülnöm, 60 percet kapok, úgyhogy elég sok az idő. Ha nyár, akkor grillparti. Jó társaság, jéghideg, Coca-Cola a kézben, piruló húsok a parázsom, nyám. De mitől lesz egy grillparti igazán emlékezetes? Csak rajtad múlik, Feri, nézd meg a doboz tartalmát, és munkára fel, egy óra múlva betoppannak a farkaséhes barátok. Ananász, szűz, kis káposzta, grill. Jó, én egy grillnyásat fogok készíteni, és hozzá pedig egy jó kis káposzta salátát. Elsőként a sertésszűzzel fogok dolgozni, amit először is felkockázok. Egyébként a hús lehet csirkemell, pulykamell, vagy mondjuk sertéstarja is. Az a lényeg, hogy könnyen és gyorsan grillezhető húsokat használjunk. Ha nagyon variálni szeretnénk, akkor bátran lehet cukkinit is használni, kaliforniai paprikát is használni, bármit egyébként, ami otthon van, ami mondjuk lehet patizsán is. Elkészült az utolsó nyás, ami megy is bele az előforrósított sertenyőbe, a többi társával együtt. És folytatom is a munkát, mégpedig a következő egyik kötelező hozzávalónak a felhasználásával, ami nem más, mint a kakukkfű, amit először finomra fogok aprítani, és utána összekeverem mézzel, és ezzel a kakukkfűves mézzel fogom megcsorgatni a nyársakat, hogy még finomabb, még izgalmasabbak legyenek. Most elkészítem a káposzta salátát. Ehhez ugye a kötelező hozzávaló, ami a dobozban volt, a teljes káposzta, ezt most gyorsan vésszel összeaprítom. A kész káposztát a répával és a vöröshagymával együtt most ebbe a tálba szórom, sózom, borsozom és nagyjából 8-10 percig állni hagyom. Két dolog kerül már csak bele, a majonéz és a méz, utána csak összeforgatom, és már csak a tálalás marad hátra. Jó étvágyat! Jó étvágyat! Jó étvágyat! Nagyon jól néz ki. Nagyon jó hús. Mit csinálsz, hogy ne száradjon ki a sertés? Nem, érdemes nem túlsütni, mert ugye ez nagyon hamar elkészül. De hogyha mondjuk valaki biztonságra játszik, vagy biztosra akar menni, akkor érdemes mondjuk kis békönnel mondjuk becsavargatni, mondjuk ez egy picit macerás, de megoldás. De egyébként tök jó kérdés, mert sajnos ezek a húsok mind könnyen kiszáradnak. Van arra koncepció, hogy milyen sorrendben pakolod fel a nyársra? Hát szerintem jó, hogyha az ananász találkozik a hússal, mert ugye ami abból ki, olvad cukor, karamell. Ez jó, hogyha mondjuk érintkezik a hússal. Azért látom, csúszik, de mondjuk kíváncsi lennék arra, hogy ti mit hoztatok volna ki belőle. És simán egyben megsütném, és csíkokra szelném úgy, hogy még azért a belseje egy kicsit véres legyen. A káposztát amúgy is nagyon szeretem, bár én nem majonézt használnék, hanem tejföld. Ez egy nagyon jó megoldás, hogy nyers. És az ananász? Mert ugye az igen. Kimaradt. Én nem lennék ilyen kreatív, szerintem simán leszelném és oda a díszítésnek odaraknám a tányérra. Nekem egyben van nagyon kerek egész. Finom. Na, az a lényeg. Egyébként tényleg egyetek. Csipegessetek. Ha tetszett a grillnyárs és ti is kipróbálnátok, akkor a receptjét megtaláljátok a videó alatti leírásban. További szuper receptekért iratkozzatok fel a Coca-Cola Hungary YouTube csatornájára, és hogyha nektek is van ötletetek, hogy mit kezdenétek ezekkel az alapanyagokkal, ne tartsátok magatokban, írjátok meg kommentben. Szavaztok!